Kedves tanáraink, diáktársaink, kedves vendégek! Ünnepi műsorunk elején énekeljük el közösen a himnuszt. Napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fényszórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fényjel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója, ibolyáit ma a szívünkbe szórja. Minden évszaknak vannak ünnepei, a mai ünnep már a tavaszi. Minden tavasz az új élet ígéretét hozza. A természet újjászületést, de az ember számára valami mást is. Új reményt, annak reményét, hogy valami szebb jön.
Minden ünnepnek vannak hangjai. Mai ünnepi a fiatal nők és férfiak hangja, márciusi ifjak és a nőké. Minden ünnepnek vannak színei. Mai ünnepi a piros, a fehér és a zöld, a magyar nemzet színei. Az akkor még csupán 100 000 lakosú Pesten a Pivax kávéház volt a legnépszerűbb találkozóhelye az egyetemistáknak. 1848 tavaszán így vélkezett az a forradalmi hangulatú csoport is, akiket már akkor is márciusi ifjaknak neveztek. Március 15-én a Pivax kör tagjai élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk vívják ki a sajtószabadságot. Addig ugyanis csak a Bécsi udvar jóvágyásával jelentett meg bármilyen magyar nyelvű írás. Reggel 8:30 tájban egy csoport fiatalember lépett ki a Pilvax kávéházból, indult sietősen, rendezetlen menetbe a közeli egyetem felé. Arcukba, hamas esőben a szél. Hányan voltak? 40-en? 80-an? Nem tudjuk pontosan. Annyi biztos, hogy kevesen. Elenyésző szám a 100 000-es városban. Lucska Zsuzsán gyalogolt a kis csoport, kitért Lucsukból, Szargoncsa, lovas szekér. Nem kiabáltak, nem énekeltek, még ütemre sem léptek, mégis emelre elhaladtak, kinyíltak az ablakok. A boltosok az üzletajtókon mutogattak rájuk, a járókelők álmulva álltak meg. Itt is ott is lépett valaki a járdáról, és csatlakozott a menethez. Elől nyurga barna arcú fiatalember haladt, szigorú elszánt tekintettel Petőfi. Mentek, hogy maguk mellé vegyék az értemistákat, talpra állítsák a pest nép ezreit, kiverekedjék a magyar szabadságot, hogy meghalljanak érte. Az egyetemek fiataljai mind csatlakoztak a menethez. Landerer és Hekenesz nyomdájához már közel 2000-en érkeztek, hogy cenzúra nélkül nyomtassák ki a magyar nép követeléseit. Az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét, a nemzeti dalt. A Landerer nyomdája előtt valamennyi írótársunkat együtt találtuk. Így csatlakozott hozzánk a Nemzeti Színház tagjai is. Esős, saras idő volt, a közönség esernyőket tartott kalapjaik fölé. Egy uraim, kiállték a közönségre, lehet, hogy egy óra múlva már golyók hullanak ránk eső helyett, s akkor elfutunk-e? S arra minden esernyő eltűnt a fejek fölül.
kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget, polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereget. Közös terviselést, képviseletet, egyenlőség alapján. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Esküdcéket. Nemzeti bankot. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, a magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgal való egyesítése. A múzeum lépcsén Petőfi elszavalta a nemzeti dalt. A hatalmas tömeg kórusban mondta a vers refrénjét. Talpra magyar! Híj a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés választatok! A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig, kárhozott a kősepáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Se onnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban égesíti a kard. És mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A forradalmi menet követ